Nagy volt a sürgésforgás május 11-én a Művészetek Palotájában. A közlekedésbiztonság fejlesztésében élenjáró szervezetek képviselői a közlekedési kultúra napját ünnepelték. És egyre többen kerékpároznak kisgyermekkel. Megmutatjuk, gyermekülés vásárlásnál mire is figyeljünk oda. Március 2010-ában az ENSZ közgyűlés több mint 90 ország, köztük Magyarország kiemelt támogatásával elfogadta a Cselekvések évtizede a közlekedésbiztonságért 2011-2020 programot, amely minden kontinensen 2011. május 11-én vette kezdetét. Hagyományteremtő szándékkal 2015. május 11-én létrejött a Közlekedési Kultúra Napja című esemény, amely azóta is minden évben ugyanezen a napon megrendezésre kerül. Biztonságosabbá teszi a közlekedést, ha a résztvevői figyelmesebben, kulturáltabban viselkednek egymással, mondta Mosóczi László közlekedésért felelős helyettes államtitkár az idei Közlekedési Kultúra Napja nyitó sajtótájékoztatóján. Egy friss közvéleménykutatás adatai szerint a megkérdezettek mintegy 4/5-e nem csak a fenti állítással ért egyet, hanem hasznosnak tartja azt a kezdeményezést is, hogy minden évben egy napon kiemelten foglalkozzunk a közlekedési kultúrával Magyarországon. A harmadik éve megrendezett eseményen a fejlesztési tárca, társszervezetei és szakmai partnerei álltak ki a magyar közlekedési kultúra fejlesztése mellett. Ez a nap ez mindenképpen alkalmas arra, hogy a közvélemény, széles közvélemény figyelmét is a közlekedésbiztonság területére és a közlekedési kultúrára irányítsa. Ilyen módon mindaz az egyébként a mindennapokban nehezen észrevehető vagy természetesnek tartott, vélt erőfeszítés vagy eredmény, ami a közlekedésben megjelenik, az ilyenkor az előtérbe kerül és láthatóvá válik, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen a munkák társadalmasítását jelenti számunkra ez a mai esemény. A közlekedési kultúra létező fogalom, amelynek kialakítása és elmélyítése nemzeti ügy. A hagyományteremtő rendezvényen a közlekedésbiztonság, a közlekedési kultúra ügye iránt elkötelezett partnerszervezetek az ország különböző pontjain értékteremtő rendezvényeket tartottak. Az egyesületnek az alapfilozófiája az, hogy próbáljuk a közlekedők magatartását befolyásolni különböző módszerekkel, különböző eszközökkel, de az is nagyon fontos, hogy a korosztályokat megfelelőképpen válasszuk meg. Tehát én úgy hiszem, hogy már óvodás kortól el kell kezdeni a közlekedés nevelés folyamatát. Nagyon jól felkészült pedagógusok, óvodapedagógusok nevelik a gyerekeinket, viszont ők sem lehetnek mindenben profik, és a közlekedés biztonság területén az ismereteket vagy rajtuk keresztül, vagy direktben az óvodásoknak a közlekedési szakemberek tudják átadni. Itt az óvodásoknál inkább a játékos forma az, ami inkább működőképes, az iskolás korban pedig egy egészen más platformon keresztül tudjuk átadni. A motorosok szempontjából nagyon fontos ugye az autósok és a motorosok kapcsolata, a gyalogosok és a motorosok kapcsolata. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt évek alatt érezhetően javult az autósok és a motorosok viszonya, ebben nagyon remélem, hogy van egy pici részünk legalább nekünk is, és természetesen nagyon fontos az a rész a közlekedés kultúra javulásának ezen a területen, hogy rengeteg autós ült át motorkerékpárra, és az autósok is elkezdtek motoros fejjel gondolkozni, illetve a motorosok rájöttek arra a kézenfekvő dologra egyébként, hogy hiába volt elsőbsége, hogyha egy adott baleseti szituációban ő elszenvedte a balesetet, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a rendőrséget meg a biztosítót fogja érdekelni, hogy kinek volt elsőbsége, az ő szempontjából, a sérülései szempontjából ez teljesen elhanyagolható. Tehát ő neki olyan fejjel kell gondolkoznia, mintha az autóban ülne, és ezt kell végig mérlegelni, hogy az autós látja őt, számít-e arra, hogy ő megérkezik, különösen a tavaszi időszakban nagyon fontos ez. És hogyha ezt ő jól méri föl, akkor második szempont lesz az, hogy egyébként elsőbsége van vagy nem. Mosóczi László kiemelte, hogy a Közlekedés Tudományi Egyesület megbízásával nemrégiben elkészült kutatás szerint a magyarok alapvetően elégedetnek érzik magukat a közlekedés során. Az elégedetlenek aránya mindössze 3% volt. A viszonylag kedvező, általános hangulat megőrzéséért a közlekedők tehetnek a legtöbbet. Fokozott odafigyeléssel és kevesebb indulattal válhat kulturáltabbá és biztonságosabbá a közlekedés a hazai utakon. A hatás hosszú távon mérhető. Mi adatokból dolgozunk rendszerint, statisztikai adatokból. Rövid távon statisztikai adatokból következtetést levonni veszélyes, szerintem hibás is, úgyhogy ezt én semmiképpen sem tenném.
Az viszont tény, hogy mostanában több olyan kutatás is napvilágot látott, több olyan munkánk volt, vagy részt vettünk több olyan munkában, ahol a közlekedői attitűdöt vizsgáltuk. És azért vannak olyan aggasztó eredmények a sok pozitív mellett, amelyek azt mutatják, hogy valóban társadalmi szinten, attitűd szintjén is változtatni kell, javítani kell. Tehát ilyen módon ennek a napnak az üzenete az mindenképpen fontos és helyén való. Azt hihetnénk, hogy a mai közlekedési környezetben és a mai társadalomban egyes kérdések már nem kérdések. Nem kérdés talán az, hogy az alkohollal együtt szabad-e vezetni, és hogy ez rejt-e veszélyeket. Azt gondolnánk, hogy ezt már mindenki tudja. A felmérés eredménye viszont az, hogy a fiatalok körében ez egy elfogadott magatartás, azaz megengedőek az ittas járművezetéssel, és nem is igazán mérik fel ennek a veszélyeit. Emellett a gyors hajtás, ami nyilvánvalóan a fiatalabb korosztályt szintén kimagaslóan érinti, a sebességnek a veszélyeit nem érzékelik, megengedőek a társaikkal és általában is a sebesség túllépéssel kapcsolatban, ami egyrészt érthető az életkori sajátosságból, tehát ez mindenféleképpen a szabadságérzés, a szabályok áthágásához társítható, de ezzel együtt tisztában kéne lenniük ennek a veszélyeivel, és ez sem tudatosítik megfelelő szinten. Vannak pozitív fejlemények is, mert például az övviselésnek a szükségességében, vagy mondjuk a vezetés közbeni mobiltelefon használatnak a veszélyeivel kapcsolatban reális képük van, veszélyként értelmezik és el is ítélik nagy részt ezeket a cselekedeteket, sőt olyan esetben is elítélik például a mobiltelefonálást, amire mi nem gondoltunk, gyaloglás esetén. Ismerik azt a fogalmat, hogy gyalogos zombi. Ezek a gyalogosok szoktak aztán lelépni úgy az úttestre, hogy nem veszik észre a közeledő járművet, és tragédia lesz a végén. Ezeket a veszélyeket például a mai fiatalság sokkal jobban érzékeli, tudatosítja, mint az ittasság vagy gyorshajtás kérdéskörét. Manapság sokan közlekednek kerékpárral. Akik szeretik ezt az utazási formát, minden bizonnyal akkor sem teszik le a kétkerekűt, ha gyermek érkezik a családba. Tudni kell, hogy gyerekülésből háromféle létezik. Az egyik az első, tehát előre szerelhető gyerekülés. A maradék kettő az mind hátulra megy, és az egyik csomagtartóra, a másik pedig egy adapterrel a vázra rögzül. Személyesen én az adaptereset szoktam javasolni, mert ez sokkal kényelmesebb a gyerek számára, mivel hogy van egy ilyen kis minimális rugózása. A felszerelésnél arra kell figyelni, hogy az adapteres az a váznak egy bizonyos részére tud csak rögzülni, szóval hogyha bovden megy arra, akkor nem biztos, hogy ez megoldható. A csomagtartóra szerelhető, a szerszám nélkül rögzíthető, egy ilyen kis gyors bilincsel kell rátekerni, ezen kívül van egy pánt, ami a nyereg alá rögzül. Az előre rögzíthető gyerekülés a vázra csatlakoztatható, és általában 12-15 kg-ig használható. Előnye, hogy a szülő látja, mit csinál a gyermek. A gyerek is jobban lát, nem csak oldalra nézelődhet, ezért jobban élvezi az utazást. A plusz súly a jármű közepére esik, így stabilabb a bicikli, mint a hátsó ülések esetében. Hátránya, hogy a kicsik telibe kapják a hideg menetszelet. Gyerekülésvásárlásokon mindenképp figyeljünk arra, hogy olyan gyerekülést válasszunk ki, ami a gyereknek mindenképpen kényelmes, szóval különböző fejrésszel kaphatóak ezek. Érdemes odafigyelni, hogyha a kisgyerek sisakot visel kerékpározás közben, ez mindenképpen ajánlottam úgy, akkor olyan gyerekülést érdemes választani, aminek erre kialakított része van, hiszen rendkívül kényelmetlen tud lenni, hogyha nincs a sisaknak külön kialakított része. Az ülés kiválasztásánál a legfontosabb tényező a kisutasok biztonsága. Fontos, hogy a gyerekülésnek állítható lábtartója legyen, nehogy a küllők közé szoruljon a kalimpáló lábacska. A lábtartó tartozéka a strappabíró lábrögzítő pánt, ami nem tud kilazulni, illetve nem megy ideje korán tönkre. Mindenképpen rendelkezzen biztonsági övvel, ami legalább 3 ponton rögzüljön, és bizonyosodjunk is meg róla, hogy a gyerek ne tudja kicsatolni. Ellenőrizzük azt is, hogy nincsenek-e az ülésnek a gyerek által elérhető részein lévő sorjás élei vagy sarkai. A gyerekülés első használatakor érdemes elmagyarázni a gyermeknek, hogy a gyerekülésből kihajolni az nagyon veszélyes, ráadásul aki szállítja, elvesztheti esetleg az egyensúlyát.
Érdemes elmondani nekik, hogy lábakat, kezeket kidugni sem szabad, bár az újabb gyereküléseknél már mindegyiknél van egy lábtartó, és oda szíjjal esetleg rögzíteni lehet a lábát, hogyha nagyon mozgékony a gyerek. Idővel hozzászoknak ahhoz, hogy gyerekülésben ülnek, nem fognak jobbra-balra mászkálni, inkább élvezik és nézelődnek. Fontos kényelmi szempont az ülés dönthetősége is. Dönthető ülések lényegében a vázra rögzíthető fajták között találhatók. Nagyon praktikus opció, hiszen a kisebbek gyakran elalszanak utazás közben. Egyes típusok esetében csak a háttámla dönthető, másoknál viszont az egész ülés, méghozzá a gyermekkel együtt. Mindenképp oda kell figyelni arra, hogy ez többletsúly, és a kanyarodásnál oda kell arra figyelni, hogy az egyensúlyérzékünket ne veszítsük el. Hogyha esetleg bármiféle baleset történik menet közben, elesünk, megütődik a gyerekülés, akkor utána mindenképp érdemes átnézetni az egészet. Megjelenhetnek rajta hajszálrepedések, bármi olyasmi sérülés, ami az adapterrel kapcsolatos. Esetleg minden elindulásnál érdemes ezeket leellenőrizni, mert ezek rendkívül fontosak biztonság szempontjából. Mindig egy szaküzletben vásároljuk meg a terméket, semmiképpen ne használtan, mert ugyanúgy, ahogy a gyerekbringáknál, vagy esetleg a felnőtt bringáknál, nem fogjuk tudni, hogy ki használta, vagy hogyan volt használva. Az is lehet, hogy elestek vele, vagy bármilyen sérülés van, és ezt nem éri meg kockáztatni a gyerekülésnél.